Farkas Tamás, Pap Szabolcs, Rokai Norbert, Rej Száron és Kassanianu Eduard van nevezve, és ebben a pillanatban elkezdődik a találkozó. Másodperceken belül kiegészül a GHK, Mokonor, Stash, egyenlő létszám, és ott az 1-0. Addig járatta a korongot a sportklub. A Sopron megszerzi a vezetést a kék-fehér alakulatnak. Egy, mondhatjuk azt, hogy megszokott emberelőnyös figura a sportklub részéről. Csapat részéről is az első sort láthatjuk, ha bár bent van Imre Patrik, aki éppen most szerez korongot, és Császár Hunor ki is egyenlít. Egy nagyon rossz helyen veszítette el a sportklub a korongot. A kék vonal előtt Imre Patrikot dicséri ez a korongszerzés, majd Császár Hunor elé tálalta ki. Könyörtelenül fellőtte a Dorján füle mellé a korongot. Veszélyesebb volt a második harmad első perceiben a gyergyói csapat, mint Ranka Dani, mint pedig Kozma előtt adódott nagy lehetőség, de most nézzük Becét, aki elhúzza Demeter mellett, és gyönyörűen felemeli a hosszú felső sarokba a korongot. Óriási megmozdulás ez Bece Tiamirtól, amit megszokhattunk az előző szezonokban. Ebben a szezonban kevesebbet láttunk ilyen tőle, de íme amikor a legnagyobb szükség van rá, akkor villan ismét a sportklub 20-asa. És már új sorok vannak fönn a jégen, mind a két csapat részéről. Skacskov, Kubát, Skacskov, nagyon szeret onnan lőni, és ott a 3-1. Megpattanó lövés, és ez kellett ahhoz, hogy Demetert megzavarja, és a harmadik ember előnyéből a, mondhatjuk, a második találatát szerzi a sportklub, Jevgenyi Skacskov, és feliratkozik a góllövők listájára. Imre Patrik szerzett korongot, most éppen ő volt az, aki a saját harmadban bizonytalankodott, és őt választották el a sportklub játékosai a korongtól is. Így alakulhatott ki ez a helyzet Fodor Csanád előtt. És itt a következő takarásból leadott Gecse lövés, nagyszerűen takarták a társak a kilátást a kapu előtt. Ha jól látom, akkor Péter Balázs volt, hát nem a magasságáról híres Balázs. Így van, Skacskov, Lapenkov, Taratuhin egy triót alkotnak. És fenn a játékvezető keze, kiállítás lesz Kubát, és nem lesz kiállítás, gól viszont van. 5-1 az állás. Hát ezt a második harmadot, amilyen jól kezdte a GHK, olyan rosszul folytatja. A sportklub zsinórban 4 gólt szerez. Megszerezte Bece ugye a vezetést a sportklubnak, a 2-1-es találatot, és onnantól közve, mintha összeomlott volna valami gyergyói oldalon, és itt van a következő találat. Jól láttam, akkor Kubát lövésében Skacskov tudott még beleérni a kapu előtt, és ez megzavarta Demeter Arnoldot, és most látom Rucuy Gellérdet is, mintha készülődni. Igen, fel is vette a fejvédőjét, és most már a kapus cserét is végrehajtja a gyergyói csapat. GHK-nak van még egy magyarországi túrája, és most egy 2-1 elleni kontra Imre Patrik, és ott a gól. Sárpátki talál be egy gyors kontra végén, és egy korongszerzés végén Imre Patrik, aki meglódul és kihagyhatatlan helyzetbe hozta Sárpátkit, 6-2-re módosítva az állást. Kiélni, de ezután viszont szépíteni tudott a gyergyői csapat, és úgy, ahogy Attila is mondta, a sportklubnak már semmi egyebet nem kell tenni, mint tartani az eredményt, mondom én, de hát menet közben megszületik a 7. gól, hát a gólszerző az Fodor Csanád, de Jamie Millemet legalább 70-80%-ban dicséri ez a találat, hiszen Haranennel szemben egy Pimasz lefordulós sert mutatott be. És pedig Bece, akitől viszont igen, hiszen ne felejtsük, hogy ő volt az, aki azt a fontos második találatot szerezte, ami megtörte a gyergyói csapatot. És pedig sikerül bent tartani a korongot, és újabb találat. Ha jól láttam, akkor a 4-es számú Santeri Szári volt az, aki először a kék vonalon még megmentette ezt a korongot, majd
egy mértani pontosságú lövést eresztett el, ami a kapuvasat is érintve vágódott be a Dorian hálójába. Taratuhin Lapenkovot szerette volna megjátszani, de azzal a mozdulattal a korong lecsúszott. Ez is rossz Skacskovtól, az előbb Kubát próbált ugyanígy kiszolgálni, és itt van Sokmat! Lapenkov a sportklub 8. góljának szerzője, és Skacskov, aki kiszolgálja a Lapenkovot, az a Skacskov, aki egyből fordult ki a gyergyói kispad felé, és valakinek valamit magyarázott. Az Erste Liga alapszakaszát a sportklub csapata nyeri. Eldőlt ezen a mai mérkőzésen ez. Innentől kezdve még a második, harmadik, negyedik hely kérdése marad nyitott, hiszen ott mind a GHK, mind az Újpest, mind pedig a Ferencváros még odaérhet a második helyre is.